Csmuk Kandor, nem tudom, elnöke az MSZDP-nek, vagy nem elnöke? Jó reggelt kívánok! Így van, Magyar Szociáldemokraták Pártjának, azaz a szocdemeknek, igen. Jó. Mert ugye még az is vitatott volt itt egy-két héttel ezelőtt, itt az ATV-ben alakult ki az a polémia, hogy akkor most le lehetett-e váltani, meg lehetett-e szüntetni, be lehetett-e szántani. Ezen túl vannak? Vagyunk. Jó. Akkor ezen mi is túléphetünk. Abszolút. Mit csinált tegnap a Boráros téren? Hát igazából azt tettem, amit szerintem már rég meg kellett volna tenni, tehát hibáztam, hogy nem tettem meg előbb. Elmentem Bajnai Gordon miniszterelnök úr ilyen nyilvános kitelepülésére, ahol megszólítottam, és komolyan vettem azt a szándékát, hogy lehet tőle kérdezni, és megkérdeztem, hogy mi az akadálya már annak, hogy elkezdjen olyan egyfajta politikai együttműködés, illetve az együttműködés formájáról való tárgyalás. De volt ott egy kamera, volt ott egy mikrofon. Amit az ATV volt kint, tehát ilyen szempontból volt ott, igen. Tehát lehetett tudni, hogy ez az akció létrejön? Nem lehetett tudni. Ez teljesen spontán volt, ez egy reggel felkelt és egy ötlete támadt. Nem reggel keltem föl és egy ötletem támadt. Nagyon régóta lehet látni és hallani az összes újságban, ahogy a meghatározó politikai erők egymásnak üzengetnek nevüket, meg nem nevező forrásként, és abban jelzik, hogy akkor az együttműködés hogyan, miképpen megy. És nemrég volt egy fórumunk nálunk a szocdemeknél, ahol az volt a mondás, hogy akkor kell valamit tenni, hiszen mindannyiunknak felelőssége van ebben. És én azt gondolom, hogy nekem az a felelősségem, hogy akkor ezt a dolgot, mint egyszerű Tiborcként oda menjek, és elmondjam, hogy nekem ez a panaszom, hogy miért nincs már együttműködés, miért nem kezdődött el. És akkor azt mondta Bajnai Gordonnak, hogy itt van nálam villamosjegy, jöjjünk fel a hatosra, és menjünk el a Jókai utcába. Amire Bajnai Gordon, ha én jól emlékszem, azt mondta, hogy én azt hittem, hogy egy külön pártot vezet. Így van, így van, de mivel egy összefogásról van szó, és azt gondolom, hogy azért az megkerülhetetlen, hogy az MSZP jelen pillanatban a baloldal vezető ereje, azt hiszem négyszeres nagyobb a támogatottsága, mint Bajnai Gordonéknak. Innentől kezdve azt gondolom, hogy oda kell menni. És azt kell mondani, hogy akkor készen állunk egyfajta egyeztetésre. Igazából ennek a felhívás jellege volt a legfontosabb, hogy hagyjuk már azt abba, hogy kiből mi lesz, meg hogy majd ki hogyan fog majd milyen listát állítani, meg kinek milyen lesz képviselősége. Erre mondta, hogy értékalapú és ne érdekalapú legyen az együttműködés, vagy a tárgyalás. Értékalapú. Hát gondoljon bele, hogy ha véletlenül nem sikerül ez a választás, na az első néhány pártnak kevesebb lesz, vagy éppen több. De az országban, meg az ország lakosságának nincs ideje már erre várni. Ez közös felelősségünk. Épp ezért szólítottam meg úgymond barátaimat, ellenfeleimet, hogy mindenki a számára kedves ellenzéki politikushoz menjen oda, demokratikus ellenzéki politikushoz, szóljon neki, hogy nagyon jó volt, hogy kampányoltak. Remélem, hogy kampányoltak, hogy itt megmutatták, hogy ők is vannak, lett legyen szó bármelyik pártról, amelyik ebbe az együttműködésbe részt kíván venni, hanem tessék most már leülni, ugyanis egy nagy probléma van. Az nem elég, hogy összefogás van, azt is meg kell mondani, hogy hogyan tudunk jobban csinálni valamit. Mert én Horn Gyulától azt tanultam, hogy kormányozni lehet jól vagy rosszul, de hibátlanul nem. Éppen ezért azt kell megmutatnunk, hogy mi hogy tudnánk jobban. Ehhez viszont valós válaszokat kell adni, az borzasztóan kevés, hogy egyébként kivezeti majd a listát, meg kiindul melyik körzetben, azt kell megmondanunk, hogy hogyan tudunk jobban. Ehhez viszont egyeztetésre van szükség. 7 hónapot vesztegettünk el azzal, hogy mindenki pozícionálja magát, és körülbelül ugyanott tartunk, mint 7 hónappal ezelőtt. Ez tovább nem mehet. Hát illetve egy pár illúzióval az ellenzéki oldal nyilván kevesebb. De ez meg nagy baj. Ez nyilván az ellenzék számára baj. Ez a probléma. Én azt gondolom, hogy akik a Fideszben hisznek, ők úgy látják, hogy ez az ország jó felé megy. Számára baj, még egyszer mondom, hanem az ország lakossága számára baj. Hogy nincs alternatíva. Csak ezt akartam ezzel mondani. Máshogy nézik, de azt gondolom, hogy nekünk meg úgymond ezt a választóközönséget kéne kiszolgálnunk, és ehhez, hogy szolgálni tudjunk és felelősségünk legyen, ez végre tényleg abba kell hagyni, hogy kiből mi lesz. Na de, Bajnai Gordon is meglepte. Mint ahogy ön meglepte Bajnai Gordon, mert ő meg ugye azt mondta, hogy hát ezen túl vagyunk, megállapodtam Mesterházi Attilával a dátumról, időpontról, hogy mikor ülünk le tárgyalni, hova mennék. Mikor kezdik el a tárgyalást? Tehát pontosan hát, fogalmazunk, hogy mikor kezdik el a tárgyalást. Ezt már láttuk, hogy mindenfelé jönnek különböző dátumok. Az is pontosan még egy hét elvesztegetett idő. Tehát mi történik jövő hétig, amit most nem lehet tudni például pénteken vagy tegnap délután?
De mi történne, ha tegnap délután vagy ma leülnének, és nem hétfőn? Hát akkor az semmi. Az üzenet, hogy dehogy nem, hát közben akkor megszűnne egy csomó olyan cég, egy csomó olyan dolog, ami egyébként folyamatosan azt taglalja, hogy egyébként kiből mi lesz, hogy kezdődik majd ez a tárgyalás. Pont reggel a közszolgálati rádióban is hallgattam, hogy ez volt a fő téma, miközben nem ennek kéne már rég lennie. Az, hogy ki megy kihez, az a politikában nem szokott mindegy lenni. Sőt, annak nagyon komoly súlya szokott lenni, hogy ki látogat el kihez. Bajnai Gordon egyszer már elment a Jókai utcába az MSZP-hez Mesterházi Attilához. Ott egy MSZP választmányi ülésen vett részt. Az, hogy most Bajnai Gordont ismét elvitte volna a Jókai utcába, az jelenti azt is, hogy Mesterházi Attilához kell menni, tehát Mesterházi Attilát látja az ellenzék vezérének? Én ebbe azt jelenti, hogy jelen pillanatban a Magyar Szocialista Párt megkerülhetetlen része az ellenzéki együttműködésnek, elvégre mégiscsak 25-27% támogatja, miközben mondjuk Bajnai Gordonékat 5-6%. Tehát nem lehet azt mondani, hogy egyébként gyere ide, te vagy a nagyobb, aztán majd beszélgetünk róla. Még egyszer mondom, én azért tudtam így elmenni, és azért mondom, hogy ez a felelősségem, hogy nekem nincsenek személyes ambíciói. Szocdemeknek sem, mint pártnak? A szocdemeknek, mint pártnak a legfontosabb az, ami az ország érdeke. Az ország érdeke pedig jelen pillanatban az összefogás. De ha nem lesz összefogás, hanem kitalálják a külön listát, meg ilyesmi, akkor nagyon-nagyon nagy bajba leszünk. És hogyha ezt nem értik meg azok, akiknek egyébként ez a felelősségük, mert régen már rég össze kéne ülni, akkor hogyan lehet majd elkezdeni bármilyen kampányt majd valamikor, mert közben megmondom még egyszer, hogy elképesztő ügyek vannak. Nincs egyeztetés szociális temetés ügyében, erről beszéltünk már egy jó párszor. Jönnek olyan dolgok, amik a szociális kártya bevezetésével, egy csomó olyan ügy, ami baloldali értékrendben az igazságosság, szolidaritás, esélyegyenlőség kapcsán oda kéne figyelni. És ehelyett arról szól még mindig a történet, hogy ki megy kihez, mikor fognak leülni, mit fognak csinálni, miközben jól látható módon ez már rég túlhaladta szerintem a választópolgárok inger küszöbét. Hát nézd, abban biztos igaza van, hogy ezt már unják nagyon sokan, hogy mi lesz ez az összefogással, szerintem merül fel a kérdés kínűje. Újra és újra, tehát ezt tényleg túl kéne lépni, mi a megoldás, az ettől még nem világos, Bozasztó, de majd egyszerű. Meglátjuk. Kell egy asztal, kell egy szoba, de szerintem jó idő is van. És addig nem jönnek ki, amíg meg nem egyeztek? Akár, hogyha 24 óra elég volt arra, hogy összefogjon az ország a gáton. Nehogy már néhány politikus ne tudjon összeülni az ország érdekében. Smuk Andor, köszönöm szépen. Én köszönöm szépen.